Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, mai napon magyar egyházunk és egyáltalán a világegyház is szent Imre hercegre irányítja a figyelmünket november 5-én. És éppen ezért nekünk is föl kell ismernünk ennek a magyar szentnek az életében, azokat az erényeket, azokat a úgymond mai fiatalság számára való példaadásokat, amelyek által előre lehet mozdítani az Isten országának építését. Szent Imre Herceg ugyanis égi közbenjáróként is van jelen a mi életünkben. Segíti a magyar ifjúságot, segíti azoknak az életét, akiknek nem könnyű, nehéz, talán küzdelmek árán is kell kitartani a jó mellett, az egyház mellett. És egyáltalán ezen az úton haladva Szent Imre Herceg világosítsa meg a mi szívünket, hogy bizony Krisztus nyomában járni nem mindig könnyű, akár fiatalként, akár idősként, viszont a leglényegesebb, hogy ott legyen bennünk az elszántság, eltökéltség, amely Szent Imre életében is jelen volt. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyek zőrül is zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az ember fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, talán sokak számára kicsit kérdés merül föl azért, hogy miért ezt a mai evangéliumot olvassuk a mai napon Szent Imre ünnepéhez kapcsolódóan. Mint történelmileg az bizonyára sokan tudják, Szent Imre herceg ideje korán egészen fiatalon költözött el a mennyei homba. Ugye történészek is különböző megközelítésben vizsgálják az ő halálát, hogy a vadászbal esett, hogy mi történhetett ott, de azt biztosan állíthatjuk, hogy Szent Imrének ez a korai, úgymond Istenhez való megtérése olyan esemény sorozatot is váltott ki, ami egyáltalán ráirányítja a figyelmünket arra, hogy ő fiatal kora ellenére mennyire szoros kapcsolatban volt Krisztussal, mennyire erényes életet élt, és így vált a magyar fiataloknak a védőszentjévé. Ami azért is fontos számunkra, mert nagyon sok esetben éppen arra mutat rá a fiatalsággal kapcsolatos Gondolkodásunk, hogy mik a terveink. Szent Imrének úgymond korai szakaszban véget ért élete éppen arra mutat rá, hogy Szent István királynak az eredeti terve, hogy majd az ő fiára, Szent Imrére hagyja a koronát, ő követi majd őt a trónon, ez az eredeti terve meghiúsult. És ebből mégis valami nagyobb jó származott, valami nagyobb kegyelem is kibontakozhatott hiszen aztán ennek hatására Szent István király a boldogságos Szűz Máriának ajánlja fel a Szent Koronát, egyáltalán magyar hazánkat, hogy ég édesanyánként, pátronánként magyarok nagyasszonyaként tudjuk őt tisztelni. És egyáltalán itt megjelenik az evangéliumban ez a szüntelen készület. Szent Imre Herceg nem úgy állt hozzá az életéhez, hogy majd valamikor elkezdek foglalkozni az életszentséggel. Majd valamikor elkezdek foglalkozni az erényes élettel. Sokan talán így gondolkoznak, hogy jó, hát még fiatal vagyok, még nem kell gondolkoznom arról, hogy oda kell figyelni az egészségre, még nem kell foglalkoznom annyira az erényes dolgokkal, lehet, egy gátlástalan átgázolok mindenki, nem foglalkozok se emberekkel, se semmivel, és ez talán sokszor úgymond nehéz is, amikor ezt látjuk ebben a világban hogy sokan tényleg mennyire nem foglalkoznak az erkölcsös vagy éppen erényes élettel. És egyáltalán fölmerül a kérdés is, hogy érdemese egyáltalán erényesnek lenni. Érdemes egyáltalán a mennyországba tartani. Egy kicsikét talán ugye az a vicc e, juthat eszünk be ezzel kapcsolatban, hogy ugye Pistike meg Julcsika beszélgetnek, hogy, hogy ugye Pistike már volt hittanó, Julcsika még nem, és akkor, hogy az előző órán arról beszéltünk, hogy hogyan juthatunk a mennyországba. És akkor Pistike mondja is Júlcsinak, hogy na, ahhoz, hogy a mennyországba és először is meg kell halnod. Fúj Júlcsika innentől kezdve nem annyira rajongott a mennyországba jutásért. És valójában tényleg nagyon sokan elfelejtik, hogy a mi hazánk a menyben van. Oda tartunk. Nem e föld élet örökké valóságában rendezkedünk be, hanem az örökké valóságnak, a mennyek az örök mi voltában rendezkedünk be úgymond csak átutazóban vagyunk földi életünkben. És éppen ezért, amikor erről az evangéliumról hallunk, hogy csípőtök legyen fölövezve, kezetekben égő gyertya legyen, urukra várnak ezek a szolgák, akkor azzal találkozunk, hogy ez egy, nem egy ilyen elkényelmesedett állapot. Hogy jó, majd, hogyha megjön az úr, akkor majd egy kicsikét ugye próbálunk tüzet csiholni. Negyed óra csak meg lesz, mert akkor még biztonsági gyufa nem volt, semmi gyújtó vagy hogy akkor majd gyorsan összekapom magam, majd gyorsan fölöltözök, majd gyorsan megmosdok, stb. Nem, hanem ők már eleve csípőtök fölövezve, kezetekben égő gyertya. Úgymond az úra várnak, az úra való találkozásra várnak. És ez az, ami úgymond számunkra is megtanulandó példa. Hogy egyáltalán mi az, amire készülünk? Olyan jövőre készülünk-e, amely bármelyik pillanatban már itt van a mi életünkben, vagy majd mindent úgymond tologatunk magunk előtt. Az Isten való kapcsolatot, az erényes életet, a szeretetet, egy kibékülést azzal, akivel már régebb óta talán nem vagyunk annyira jóban, úgymond a, a szeretetnek a megmutatkozását azok irányába, akik vágynak a mi szeretetünkre. És gyakorlatilag éppen Jézus mutat arra rá, hogy nekünk szüntelen készenlétben kell lennünk. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy mikor érkezik az Úr. Ez a megérkezés, ez nyilvánvalóan értelmezhető úgy, hogy nem tudhatjuk azt a pillanatot, hogy mikor halunk meg. Hogy mikor kell az örök hazába menni. Szentímre herceg sem tudhatta ezt előre. Mondhatta volna azt, hogy ó, én még fiatal herceg vagyok, akkor először egy kis bohóság, egy kicsi, ez meg az, de nem. Ő erényes életet él. Ő a szeretetben akar fejlődni. Ő már ott Krisztus mellett akar jelen lenni. És éppen ezért az egész evangélium rámutat, ben, rámutat arra, hogy bennünk növekednie kell az erénynek napról napra. Nem majd valamikor elkezdeni. Úgy szokták kicsikét ugye viccesen mondani, hogy a jó fogyókúra az mindig holnap kezdődik. <laughs> És ugye ezzel kapcsolatban talán sokan így vannak, bármi más jó cselekedettel, vagy önmegtagadással, vagy bármilyen dologgal, amivel a szeretet tudna növekedni a mi szívünkben. És éppen ezért Szent Imre ünnepe arra is kell, hogy indítson bennünket, hogy észrevegyük, ő már annyira fiatalon elkezdte a szeretetben való növekedést, hogy fiatalkora ellenére elnyerte a győzelmi koronát. Elnyerte azt, hogy őt is a magyar szentek között tisztelhetjük. Nem kellett hozzá több évtizednyi, úgymond bölcsesség királyként. Nem kellett hozzá, úgymond a magyar hazának az egyházhoz való még közelebb vitele. Elegendő volt az a szeretet, az az erényes élet, az a Krisztus melletti elköteleződés, amelyet szemlélhetünk most is az ő életében. És ezt kérjük tőle, hogy ez váljon példaképpé a jövő generációi számára is. Azoknak a fiataloknak is legyen példakép, akik talán most nem is gondolnak arra, hogy egyáltalán lehetne így is élni. Lehetne úgy is élni, hogy szüntelenül elkészülve arra, hogy mikor érkezünk meg az örök hazába. Szüntelenül vágyva a szeretetben való növekedésre. Szent Imre életében rácsodálkozhatunk arra, hogy Krisztus, ott lehet a mi életünkben kortól függetlenül. Egy kisgyermek ártatlanságában, egy kisgyermek életében is rácsodálkozhatunk Isten szép és csendes mosolyára. Szent Imre közbenjárása segítsen bennünket, hogy az ő példája nyomán erényes életet éljünk, és imádkozzunk magyar hazánkért, jövőnkért, magyar fiataljainkért. Amen.